Az Eurostat adatai szerint az unión kívülről érkező méz 20%-a hamis, ezek jó része Kínából származik. Többek között erre a problémára is megoldást keres az a mézjelentés, amit a Fidesz európai parlamenti képviselője készített. Erdős Norbert szerint az EU-nak nem csak hogy fel kell venni a versenyt az unión kívülről érkező, sokszor hamisított mézekkel szemben, hanem meg is kell védeni attól a fogyasztókat. Erre egyik megoldás a címkézések újragondolása. Ez a mézhamisítás elleni front egyik alfája vagy omegája. A mézjelentésben egyébként az szerepel, hogy a címkén legyen feltüntetve a származási ország. Ha esetleg vegyes mézről van szó, mit jelent ez, hogy mondjuk 70%-ban Magyarországról származik a méz, és 30%-ban mondjuk Ausztriában, akkor ez a két adat és a két származási ország legyen feltüntetve. Ez az egyik szegmense a mézhamisítás elleni küzdelemnek, a másik, ami nagyon fontos, ugye az Európai Unió az nem önellátó mézből, csak egy olyan 60%-ot állítunk elő mi, tehát importra szorul. A Magyarországon termelt méz 75%-a az Európai Unió piacán talál gazdára. A magyar fogyasztás azonban nem követi az itthon termelt mennyiséget, az átlag 0,7 kg évente, a németek ennek a négyszeresét fogyasztják el egy év alatt. A magyar méhésztársadalom mintegy 20 ezer főt számlál, a legfrissebb 2016-os adatok szerint 1 millió 200 ezer méhcsalád volt az országban, ebből valamivel több mint 126 ezer Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Manapság most az a jellemző, hogy közel 80%-ot egy termelő lédiges formában értékesít, ami egy 1300-1400 forintos kilónkénti árat jelent a akácmézben, és egy 670 forintos árat jelent vegyes virágmézben. Nyilván ez sokkal több lesz, hogyha sokkal több lehet, hogyha ezt származási címkével megjelölve sikerül az Európai Unió piacain értékesíteni. A mézjelentést az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága már elfogadta. A közel 500 módosító indítvány 4/5-ét sikerült is rögzíteni. A hamisítás mellett a növényvédőszerek túlzott és nem megfelelő használatát is korlátozna, valamint fellépne a támogatások csökkenése ellen. A téma nyilvános vitáját február 28-ai plenáris ülésen tartják, az Európai Parlament pedig március 1-én szavaz róla.